Tessék, akkor, akkor, Jó, tehát akkor elindultunk, és akkor ebbe a zseniális új mikrofonban rendesen hallasz. Így most jó, most jó, egy kicsit így püffögsz benne, de egyébként ahhoz képest, hogy a mikrofon mi az Jó van. Na, szóval így szokott kezdeni a podcast, ezt csak azért mondom, mert vannak vendégeink, hogy kik az mondják. Három mondom. is. Három vendégünk is van, de előtt azonban. Íres nevezetes Tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, Polgárai Jó, szerintem ennyi elég, érte... ugye? Jó gondolom? Köszönöm. Igen, jól gondolod. Csak sejtem, hogy hol maradt az... mert a fülhallgatódból hallottam. Ezt akartam, nem. mondani, ezt akartam mondani, hogy most úgy néz ki a felállás, hogy vagyunk itt öten, négy mikrofonra, és csak rajtam van fejhallgató, tehát gyakorlatilag bármilyen effektet bejátszok, az senki nem fogja hallani, csak én. Ez nem tudom, mennyire fog vicces szituációkat eredményezni, Próbáljuk de, ki. de mondjuk... Senki nem hall semmit. Tehát ugyanúgy néznek, mint az előbb. Tehát na mindegy, jó, oké. Okay. Na jó, csak hogy körülbelül, hogy itt tudjátok, hogy hogy néz ki a podcast, ez már, ez már az adás. Tehát, hogy ezt aki valaki elkezdi hallgatni, az már ő, minket hallgat. És most nem tudjuk, ki kapcsolni hogy kapcsolni jellemzően. Nem tudjuk, hogy hányadik másik percnél kapcsoltak ki, mert úgy van vele, hogy erre ő nem kíváncsi. De szerintem, hogy elmondjuk, hogy ma miről fogunk beszélni, akkor lehet, hogy nem fogják kikapcsolni. Igen, úgy, hogy kedves hallgatók, meg nézők, mert azok is vannak a hála a YouTube-nak, mondjuk nem minket látnak. Ez mondjuk kifejezetten szeretse, hogyha magukról van szó, hanem mindenféle szép szegedi képeket. Jó, te csak a magad nevébe beszélj, én egészen jó képű vagyok. <kül> Na mindegy is. Igen. E -hát, jó, jó, nem ez kell reagálni rá, folytasd tovább nyugodtan, Ez van, hogyha az ember elmegy Portugáliába, egyből öntudatos lesz. A, egy kicsit, igen, köszönöm. Jól van. No, szóval uh, itt van velünk a Szeged Podcastben Fider Judit, uh, Fabuja Andrea és Erdély Eszter, akikkel a Hát, hogy is mondjam? A pedagógusoknak maradjunk -e annyiban az egyszerűség kedvéért, hogy a helyzetéről fogunk beszélgetni, illetve azokról a dolgokról, azokról az eseményekről, amik az előttünk lévő hetekben várhatóak. Ugyanis megint ott tartunk, hogy gyakorlatilag a kormány az hát nem nagyon veszi komolyan a, a, pedagógusokat, és akkor megint finoman fogalmaztunk. Szóval oktatás, közoktatás, a tanárok, oktatók, pedagógusok helyzete a, a mai téma, és tényleg, ha lehet mondani, hogy történelmet írunk, ugyanis három vendég így egyszerre, még sose volt itt nálunk, ennek mindenféle technikai oka vannak, amikkel azért nem mutatnak most titeket sem, meg a, a hallgatókat sem, mert akkor tényleg elkapcsol mindenki. Sokkal fontosabb az, amiért az amiért most jöttetek, és amikről beszélgetni fogunk ebben a, az előttünk lévő, hát nem is tudom hány, sok percben. A legutóbb, amikor beszéltünk, akkor ugye telefonos volt, helyben volt, mindenféle kapcsolásos történt volt. Ez az előtt volt, amikor mielőtt még az élő lánc lett volna, ez azon a előtte héten, mert utána a héten. Igen, volt a... így van az élőáncos történet. Közben Pesten is volt megmozdulás, mindenfelé vidéken is volt megmozdulás. Ennek azóta történt-e bármilyen típusú hatása? Bármire nézve? Gyerekekre, rátok helyzetre? Gyakorlatilag bármi történt azóta? A kormány a, a, a kormányvezetőség bárhonnan, bármi felől? Köszöntök mindenkit, és uh, igaz, hogy nem hallottam jól, de ha mégiscsak jól hallottam, akkor a, a Boldog Emlékű Vemszikálnak a Szegeden Szabadon című oh. számából volt egy Mekkora respekt, hát, az, az összes effektet kérem bejátszani. Az minden. Mások. Taps, sikítás, ováció és minden. Hát ez hó, oh, Hát, hát én ezt nem is gondoltam volna, hogy rajtam kívül ezt tudja bárki. Jó, akkor most egy kicsit pihenünk, és akkor tessék. Még, még taps? Hát, Atya ég, hát ez, Na, én, én az 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 nagyon, nagyon köszönöm, ezt így most így nullánál. Szívesen, és hát az kapcsolódik ebből a kérdéshez, hogy véleményt nyilvánítunk Szegeden szabadon, uh -huh. és hát nyilván a Szegediekre, a Szeged környéki tanárokra, pedagógusokra, ovónőkre, minket segítő ö, szakszolgálatosokra, és bárkire, aki az oktatás ügyével egyetért, arra óriási hatással volt. Ez az alkalom. Ezt a visszajelzésekből nagyon pontosan lehetett érzékelni, és az az igazság, hogy országos hatása is volt. A nyilatkozatunk felolvasása után elindult egy ilyen nyilatkozatkészítési hullám az országban, és mindenki a saját képére profilírozva, de megfogalmazta azokat a pontokat, amiket szeretne, hogyha megváltoznának. Tehát ilyen hatása mindenképpen volt. Hogy aztán ez hogyan adódik össze, és a különféle városoknak a különféle akaratai, amelyek mégiscsak egyfelé tartanak egy korszerűbb oktatáspolitika felé, az már egy másik kérdés. Szerintem azért érzékelhető hatása van a mozgalmunknak, az, hogy a kormányzatra ez milyen hatással van, az egy másik kérdés. Tehát én úgy látom, hogy egyre, egyrészt leültek mégiscsak tárgyalni. Tehát a Maruzsa Zoltán... A csátók igen, nem az a normális, hogy leülök a, azzal nem. a... Nem. Miért nem normális? Nálunk, nálunk sajnos nem, mert hosszú ideig, mint mindenki tudja, egyáltalán nem ültek le a pedagógusok képviselőivel. Arra hivatkozva, hogy várunk valamire, itt csak az anyagi kérdések vannak forszírozva, hogy várunk a pénzre, Elismerték azt, hogy van létjogosultsága a pedagógus bérköveteléseknek, de nulla szó nincsen azokról, amiket még mi szeretnénk, hogy megváltoznának. Tehát ez nem szerencsés, hogy valahogy odatolják, és ezt az utóbbi tárgyalást is abba az irányba vitték el, hogy nekünk csak a pénz számít. Holott azon a bizonyos élőláncos akción, eléggé hangsúlyosan, még énekelve is elhangzott, hogy nem csak a pénz. Tehát nekünk ennél jóval több dolgunk van még az elkövetkezőkben. Beszéljünk akkor ezekről a jóval több dolgokról. Judit, Andrea? Üdvözlök mindenkit. Egy picit még visszacsatolnék, rendben. hogyha szabad. Tehát azt gondolnám nagyon fontosnak hangsúlyozni, hogy közbeszéddé vált valami, ami eddig mondhatjuk talán úgy, hogy közhallgatás tárgyát képezte. Mindenki teljes magabiztossággal volt az ügyben, hogy mint, a focival is, hogy, hogy mindenki ért hozzá, ezért aztán legfeljebb egy kicsit megszidjuk, éppen aktuálisan egy kicsit megrúgdossuk azt a labdát, és akkor utána mehetünk tovább. És ami, ami, itt lélektanilag történt, az egy, az egy olyan, olyan fontos mérföldkő, hogy, hogy, elkezdődött egy, egy beszéd, egy beszélgetés, egyébként köztünk is, iskolák között, és, és a szülő és a, és a a tanár között is egy másik perspektívából, és a beszélgetésnek nem az volt a lényege, hogy kiért ehhez jobban, és hol tudom megszorítani ebben a, a másikat, hanem az vált fontossá, hogy van egy ügy. Ez az, ez az ügy, ez pedig a, a gyermekeinknek a... a növelése. Tehát nem pusztán az oktatás, mint, mint ilyen-olyan szakterület, hanem, hanem mint, amit nevelésnek is hívunk. Lassan minden átcsúszik az iskolák feladatává. Egyébként a, a kisgyermekek szocializálásától kezdve a, a nagygyermekek társadalomba növesztéséig. És itt, itt válik nagyon fontossá, hogy együtt kezdjünk el beszélgetni erről a kollégák is, soha nem volt, amióta a pályán vagyok, de azt gondolom, hogy előtte sem volt ennyire erőteljes, határozott párbeszéd. És elkezdjenek beszélgetni a családok is, akár a gyermek, vagy a diák és a, a szülő, meg hát ugye a, a tanár és a szülő másik dimenzióból. És itt egyáltalán nem az a fontos ebben, itt nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, hogy pusztán, hogy mennyit keres egy tanár. Itt itt, itt itt sokkal, so, ö, igen, tehát, hogy hogy, hogy egy, egy sokkal általánosabb megbecsülésről van szó, aminek egy egy része az, hogy én, én mondjuk egy hónap végén vagy a pályakezdő, vagy a nyugdíj előtt álló, mennyi pénzt kerestem. Ez egy, ez okay, egy hajszol, nagyon hajszolja, állható hajszolja, probléma. Hajszolja e, tegyük félre akkor a pénzt, e, és akkor beszéljünk erről az általános. Ha, e, ha, ha van mit félreteni, azonnal félre fogunk <laughs> Jó, Igen, én is nagyon tudok. E, 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 jó, akkor mielőtt megkérdezem ezt, akkor e, Judit mondd el, amit szerettél volna. Én is üdvözlök mindenkit, és e, még egy kisebb sejtre való lebontásat mond, e, folytatnám, amit a kollégák megkezdtek. Mert e, ez az alkalom, ez tényleg egyszerűen felemelő volt. E, rendkívül szimpatikus volt számunkra, hogy lehet úgy demonstrálni, hogy ez egész egy méltóság teljes kiállás, amiben inkább az ember egy katarzist él át, és érzi azt, hogy nem véletlen pedagógus, mert nem süllyedünk le egy alacsonyabb kommunikációs szintre, hanem egyszerűen a közösség élményét megélhetjük. Benne van a pedagógus létben szerintem egy nagyon komoly csapda, avval, hogy 45 percenként rohangálnunk el más közösséghez, más tanterembe. Mindenki különböző szaktantárgyakat tanít, I mean, eredményezi azt iskolán belül is, hogy szeparálódunk és egymástól elkülönülünk. És nincsen meg egyszerűen a tanárok között az a kommunikáció, ami egy egységes fejlesztéshez, egy egységes továbblépéshez szükséges lenne. Mindenki becsülettel, mert én több helyen is dolgoztam már, de mindenhol azt tapasztalom, hogy a tanár azért oda teszi magát, becsülettel elvégzi a feladatát, de nem marad időnk arra, hogy egymással kommunikáljunk, véleményt cseréljünk, vagy egyszerűen csak kifejezzük az álláspontunkat vagy beszélgessünk a másikkal. És ez nagyon komoly problémákat okoz, mert darabokra esünk szét. Én úgy érzem, mint a sivatag homokja, ahol a szemcsék között nincsen kapcsolódási pont. És csak fújja a szél őket szana szét. És ez az alkalom például fantasztikus lehetőség volt arra, hogy megszólíthassuk egymást, lássuk azt, hogy a másik iskolában is ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint amikkel mi, vagy éppenséggel észrevegyük, hogy a másik iskolának mennyivel súlyosabb problémái vannak, egyénekre lebontva mindig elfelejtik, hogy a tanár is ember. Tehát mi nem egy chip csippek vagyunk, akiket lehet programozni, adatot szolgáltatva, vagy aztán azt visszavonva tőlünk, hanem nekünk lelkünk van, és a pedagógiánkkal ezt is szeretnénk közvetíteni. De ugye ez a lelkiség, ez meg kell, hogy valahol nyilvánuljon, különben meghal a lelkünk, és akkor annál szörnyűbb nincs, ha egy halott lelkű tanár tanít valakit, egy osztályközösséget. Mi így elkezdhetünk egyáltalán beszélgetni egymással, és látni azt, hogy közösen ugyanabban a ha jobban nevezünk, ugyanazt szeretnénk, és jót szeretnénk, és ö, ö, szeretnénk, hogyha olyan partnerek vennének bennünket komolyan, akiknek elvileg felelőssége a mi jó létünk biztosítása, és legalább meghallgatná, hogy mi az, amit kérünk tőlük, és nem pedig csak az agressziót látnák, amit szerintem maximálisan próbáltunk el is kerülni. Tehát szerintem az egyik legnagyobb hozadéka ezeknek az alkalmaknak az volt, hogy aki akart, az egymásra tudott ebben a szituációban találni, és egy picit még, aki kitart és még pályán van, az kapcsolódási pontokat találhat, és így a fennmaradását is, a további lelkesedését is biztosítva látja. Uh -huh. fölírtam, Hogy láthatja. Fölírtam azt, amit kérdezni akartam, de akkor maradva még ezeknél az élő láncnál, meg úgy általában a korábbi demonstrációknál. Megkapták azt is a kormányzattól, hogy felhasználják a gyerekeket. Hogy, hogy valahogyan valójában a tanárok ráveszik azt, a, hogy a diákok azok, azok kimenjenek oda az utcára, és, és, és ott részt vegyenek -e ezekben a, a bizonyos demonstrációkban. Megvannak jó zsarolva, hogy egyes kapnak. Hát erre mondjuk pont nem gondoltam. De mindegyik... nekem eszembe jutott, hogy nem vagyok pedagógus, én rögtön zsarulnék. Én, én olvastam ilyet, igen, tényleg? egyébként, hogy, hogy ilyen, de simán... ilyen, gazdag eszköztárunk van, igen. Azért igen. gondolom, hogy ez simán Tóla, hogy, embereknek sem simán eszembe juthat. Eh, hogyha már így a, tényleg így a beszélgetéseknél és annál tartunk, hogy, hogy, hogy és mint kommunikálnak egymással ezekről a dolgokról. a, a gyerekek azok így, eh, hogy mondjam, hogy vannak benne ebben a, a, a dologban? Tehát mennyire e, érdeklődnek, érdeklődők, mennyire érzik azt, hogy, hogy igen, ez nem egyszerűen arról szól, hogy, hogy e, Andi néni, Judit néni, akárkinek a... a köszön, ki. Jó, e, igen, Eszter néni sem <laughs> hagyjuk ki. E, igen, tehát akkor ezt néni, Andi néni, Judit több legyen a fizetése, hanem, hanem egy kicsit, e, kicsit azért e, Sokkal bonyolultabb és, és több és másabb ez az egész dolog annál, mint hogy idézél betéve, verik a tanárok az asztalt a, a fizetésért. Szerintem ez rettenetesen változó, az iskolántól is függ hogy egy-egy diák közösség mennyire tud reflektálni egy adott társadalmi, vagy politikai, vagy gazdasági kérdésre. Így általánosítva szerintem nem vagyunk erre feljogosítva, hogy erről egy, egy érdemleges választathassunk, de az tény, hogy rengeteg diákot érdekel, és nagyon sokan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és túl tudnak lépni azon, hogy napi szinten a dolgozataikra készüljenek csak, és látják azt, hogy az élet azért ennél komplexebb, mint azt hogy ötöst kapok egy tantárgyból, vagy másnap négyest, és rengeteg pozitív visszajelzés is van részükről. Azt nyilván be kell kalkulálni, hogy 18 év alatti diákokat azért nagy felelősség megmozdítani, vagy megmozgatni, és én nem is hallottam erre agitációt iskolán belül, hogy ezt így tanárok megtették volna. Amit látunk az az, hogy diákok és szülők szervezkednek és az, hogy utána egy szülő, hogy vállal a felelősséget a gyerek kiállásáért, az, az csak dicséretes lehet, hogyha egy felelős állampolgárá nevelik a fiatalokat, és legalább a szólás szabadságát és a vélemények nyilvánításának a lehetőségét megkapja egy diák. Ez, ez elgondolkodható, mert beszélgetni kell, hát nekik is ki kell nyilvánítani a véleményüket pro kontra, nem feltétlenül kell mindennel egyet érteni, de, de kapjanak lehetőséget arra, hogy elmondhassák, és mellénk állhassanak. Hiszen én ezt sokszor szeretném hangsúlyozni, hogy az oktatás az egy közösségi ügy, az egy közös hajó és nagyon sokan vannak benne, és a diákot sem lehet kihagyni az ügyek szervezéséből, de a tanárról sem szabad megfeledkezni, és hát akkor élő egy kapcsolat, hogyha beszélgetünk az aktualitásokról. Az olyan, mint a kortás művészet, hogy a kortás művész az akkor művész, hogyha reflektál a körülötte zajló eseményekre, és nem pedig visszavonul csendes magányában alma csendéleteket festeni, mert az is csodálatos csak nem biztos, hogy a társadalmat feltétlen előre viszi. Tehát a beszélgetés a kulcsa mindennek, és nagyon büszkék vagyunk azokra a diákokra, akik persze felelősségteljesen teljesen, de vállalni tudják azt, hogy számukra a tanár érték, és megértik azt, hogy mi nem az ellenségeik vagyunk, nem rettegni kell a tanártól, mert jaj, milyen rossz jegyet fogadni, vagy holnap számon kér, hanem látja a partnert bennünk. Nekem ez az egyik legnagyobb élményem az oktatásban, hogy olyan diákokat oktathatok, akik ezt felmérik észszel, és tudja, hogy a tanár azért van, hogy az ő előmenetele az sikeres legyen, és akkor ezért ő képes áldozatot is hozni. Hát ez csak annyit teszek hozzá, hogy az is változó, hogy általános iskolásokról van szó, vagy gimnazistákról, netán egyetemi hallgatókról, akik éppen tanárnak készülnek, tehát ez nagyon változékony. Nyilván az általános iskolások szülői háttérrel rendelkeznek, és amit látunk, hogy Budapesten hosszú kilométeren keresztül az élőláncban bizony jóval 18 év alatti gyerekek a szüleikkel együtt ott tapsolnak, az azért egy felemelő dolog. Az, hogy itt Szegeden vagy vidéken még Szegednél is vidékebben, mert azért Szeged is vidék, valljuk be, attól függ, mit honnan nézünk. Tehát, hogy nem mindenhol egyforma a drive, a belső indítatás. Tehát én mindig azt mondom ugyanazt, amit a Judit, hogy a gyerekek tele vannak kérdéssel. Tehát azt nem lehet, hogy... Nem, most visszatérünk az alárendelő összetett mondatra, csit, ez nem ide tartozik, ugye ilyen óra nem létezik. Főleg ha helyzet van, akkor nem létezik. Mert mindannyian emlékszünk olyanra, amikor eltéríthettük a fizika órát, mert megkérdeztük, hogy tanár úr és hogy működik az új fűnyírója, az ugye az az időhúzásnak a kategóriája. Na de ilyenkor, amikor helyzet van, akkor a gyerekek tele vannak kérdéssel. És, És ezekben erre... a helyzetekben mi mindenre kíváncsiak? Hát erre válaszolnunk kell. Miért? Mit csinálunk? Hogy gondolkozunk, hol lesz a következő demonstráció, nagyon sokfélék ezek a kérdések, de ők is meg szeretnék érteni azt, hogy amiben vannak. Ugye a gyerekek mondják, hogy miben vagy. Hát igen, amiben vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ők érteni szeretnék, hogy miben vagyunk. Nem minden családi asztalnál zajlik olyan beszélgetés esténként, hogy, és mit szóltok ehhez vagy ahhoz ahogy Andrea mondta, az iskola sokaknak az elsődleges szocializációs közege. És az is igaz, amit Judit mondott, hogy felelős állampolgárokká kell nevelnünk őket. Kitiltjuk az iskolából a közbeszédről való gondolkodást, mert az politizálás. Holott a politizálásnak az eredeti értelme, azt tudjuk, hogy nem ez, hanem közügyeinkkel való foglalkozást jelent. És akkor utána odalökjük őket a szavazó urna elé, 18 évesen. Mit csinál? honnan tájékozódik, ha otthon esetleg ez nem téma, és az iskolából ki van rekesztve, az nem létezik, hogy akkor ő felelősen tudjon dönteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden óra elején akkor adjunk 10 percet. Én a média óra elején adok, mert ez egy olyan tantárgy, hogy monitoroznunk kell a világ és a szűke pátriánk eseményeit. Na de hát, amikor az van, hogy azt látja, hogy kimegy a lépcsőre, vagy az iskola elé, a, a, tanári karnak egy tetemes része, és valamit ott mond, valamit szaval, fölemel egy molinót, ki van írva az iskolába a homlokzatra, amikor befelé megy, hogy sztrájk. Hát jó, hogy megkérdezi. Tehát, hogy beszélgetni kell a diákokkal, mert a beszélgetés az egy véleménycsere, az nem agitáció. Tehát, ha egy tanár beszél egy aktuális kérdésről, az nem agitál hanem egyszerűen kommunikál a diákkal, eh, ahol megtanulunk kérdést feltenni, és megtanulunk a kérdésekre adott válaszokkal bánni, elfogadni azt, vagy esetleg elutasítani. De ugye az egyik követelés, egyébként itt egy kilenc pont is ki lett adva arról, hogy miket szeretnénk ugye a bértárgyalásokon túl, hogy a tanár méltóságához legyen jogunk. Mert nyilvánvaló tudjuk, hogy minden tanár saját felelőssége, hogy ő milyen tiszteletet tud a diákjai körében kivívni. Ez azért egy egyéni felelősség is. De azért igenis azt elvárjuk, hogy ne gúnyt tűzzenek a tanárokból rendszeresen a sajtónyilvánosságban, vagy esetleg ugye kommunikációs csatornákon, közösségi médiákon, vagy ne azt hallja a diák kizárólagosan, hogy cinizmusan, cinikusan, vagy lehangolóan, gúnyolódóan beszélnek rólunk, vagy a problémáinkról, és azt elutasítják, hanem lehessen jogunk ahhoz, hogy a saját érdekeink képviseletében elmondhassuk a másik oldalt is, anélkül, hogy bárkinek a személyiségét, vagy a méltóságát sértenénk de, de beszélgetni akarunk a saját értékeinkről, és az oktatás értékéről is, hiszen gondoljanak bele, hogy első osztálytól, vagy óvodától egyetemig, vagy érettségig hány napot tölt egy diák a tanáraival. Hát nagyon nem mindegy, hogy ővelük milyen kommunikációs bizalmi csatornát tud kiépíteni. Csak egyetlen mondat, hogy, és felhívom mindenkinek a figyelmét, aki hallgatja ezt a kiváló podcastot, hogy a, a diák az nem Hülye. Tehát az van, hogy ő össze is rak dolgokat. Tehát nem kell mindig egy ráutaló magatartást mutatnunk, mert a tanár az egész személyiségével és az egész gondolkodás módjával mindig ott van a középpontban, és pontosan tudják, hogy mi van. Tehát a diák, az pontosan tudja, a gimnáziumi diák. Az általános iskolásokkal meg, ugye az a helyzet, amiről beszéltem. Ahhoz szeretnék csatlakozni, hogy én a, én a, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanítok, nekem jó kimondani ennek az intézménynek a nevét. Ismerem a két kollégámat régóta, és, és én azt nagyon jól és nagyon pontosan tudom, és merem kijelenteni, hogy minőségi munkát végzünk, rengeteget, rengeteg minőséget termelünk hogy ezzel a divatos műszóval éljek, és hogy még egy divatos műszót használjak, kiváló anyag van a kezünkben, és mi munkáljuk ezt az anyagot, és ez az anyag pedig visszaszól és visszamunkál minket. És az a dolgunk, hogy hogy ezt, a, ezt, az egészen csodálatos feladatot, amit választottunk, és amit űzünk, én idén 25 éve már, azt, azt úgy végezzük, hogy a legesleg dolog van előttünk, hogy gondolkozni tanítjuk a diákot. És az én tantárgyamban ez, ez, úgy jelentkezik, hogy ha, ha állandóan magoltatok, akkor, akkor nem, nem gondolkodik. Tehát a, a, magyar nyelv és irodalom mind a két része, a nyelvtan is, meg az irodalom is, a, az objektív igazságokon és a definíciókon túl egy, egy nagyon eleven, nagyon élő és nagyon, nagyon, mélyen gondolkodtató és sok perspektívát nyitó tantárgy. Hogyha most a a tantárgyra szűkítem csak, és nem megyek el művészetig, meg tudományig. És ebben, ebben hihetetlenül sok élmény és boldogság tud lenni. Amikor az ember elkezd járni az úton, és önmagával találkozik mondjuk egy, egy olyan versben, akár Vörös Marti cigányában, akár Balassi egy katonai énekében, ami ami eddig esetleg, mint élmény hiányzott az életéből. És ugye Eszterhez csatlakozva ez a médián ugyanígy megtörténik, és mondjuk, mondjuk egy, egy vizuális kultúra órán, tudom, hogy így hívjuk, mondjuk egy, egy Gogen festménynél ugyanezt lejátszuk. És, és ennek, ez, ez, olyan méltóságot és olyan örömet tud okozni mind a két félnek, tehát a, a, az én diákomnak is és nekem is, amikor felfedezünk valamit, hogy, hogy, itt ugye régen nem arról beszélünk, hogy, hogy robotikának kellene lennie, és pedig hát a fele ment el a magyar közoktatás, hogy elkezdett, elkezdett robotosodni, tehát itt visszautalnék a te csippedre, Judit, amit itt mondtál, ezt, ebből ki kell menekülni. Ebből ki kell menekülni. Olyan csodálatos gyerekeink vannak, és olyan örömet tud az okozni, amikor, amikor ráismer önmagára, vagy valamiben önmagára, vagy önmagában valamire, amikor alkot, amikor véleményt formál. Ez most, ez most itt haldoklik ez a, ez a része, szűkre szabom, legalábbis a, 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 a mi tantárgyunkban. De hát mondjuk a drámapedagógiát azt meg, meg is szüntették, hogyha... Nem szüntették tehát... meg, választható a média Aha, és bocsánat, a dráma között, igen, igen, mint igen, hogyha választható. az választható lenne, úgy egyáltalán. Tehát majd Judit kiegészít, ez csak annyit, hogy nagyon szép hitvallást mondott itt Andrea, Azért én zárójelben hozzáteszem, hogy rengeteg nehézséggel is nézünk szembe, amikor a diákokkal való kapcsolatról, a velük teremthető kapcsolatnak a, a, a szorosságáról, vagy bármilyen dologról szó van, ami, amivel megszólíthatjuk őket. Egyre többet törjük a fejünket ezen a megszólításon, hogy, hogy milyen módszerekkel tudjuk őket becsalogatni. És ott téved az oktatáspolitika többek között hogy túlterheltségről mantrázik mindenki. Szülő, politikus, tanárok egy része is túl vannak terhelve a diákjaink. De meggyőződésem, hogy nem az iskola terheli őket túl. Tehát túl vagyunk terhelve mindannyian. Mindannyiunk feje ekkora, mert annyi inger, annyi mérhetetlen sok dolog az, ami, ami beszivárog az életünkbe, hogy egy jó párat kiszórunk az a legnagyobb tévedés, hogy a filozófiát, a művészettörténetet, a, a médiát, a filmművészetet, a drámát, azt ki kell onnan szedni a néptáncot és minden mást, mert az lefog, leköti a gyereket, és csak ezeket a nagyon rigid 45 perces tantárgyakat, ami majd az érettségire ilyen utilitarista módon majd az lesz a, fontos, és csak azt. Nem, amitől ember lesz, amitől gondolkodik, amitől a lelke megszólal, hogy ezeket a nagy szavakat használjam, de így gondolom, azokat nem szabad kiszedni. Tehát tévút az, amikor a 45 perces ö, 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 feldarabolt ö, tantárgyi struktúrában gondolkozunk, és nem valami másban most már, ami fölépít egy, egy embert fölépít egy olyan egyéniséget, aki nem csak gondolkodik, hanem valami komplex humánummal rendelkezik. Mm -hmm. És a legnagyobb probléma szerintem, amit, amit tapasztalok, vagy hát nem legnagyobb, de az egyik a sok közül, hogy például a középiskolára megkapunk olyan diákokat, akiket már automatizáltak. Igen. És az a kép van előttem, hogy ott vannak a kis fecskék a fészekben, és összesen annyi a feladatuk, hogy jó nagyra nyissák a szájukat, hogy az anyuka meg az apuka bele tudja a szöcskét nyomni a szájába, és tulajdonképpen fel sem merül bennük 15 éves korukra, hogy kérdéseket tegyenek fel, vagy ha én ezt kérem tőlük, akkor ez nehézséget Tehát okoz. Az őt a... eltűnik. Igen, mert a befogadásra állítják mm -hmm. be őket, hogy ő csak nyelje le azt, amit a tanár meg a tananyag ugye megkövetel, mert ugye arról majd beszámolót kell írnia is. Vagy osztályozzák, és hogy a szabad gondolkodásra adott lehetőségeket pedig egyszerűen elveszik tőlünk. És akkor így mi is a, a, a lelki kategóriák helyett egyszerűen nyomhatjuk nekik az adatokat és a tényeket is aztán. Persze, mert statisztikailag nagyon jól lehet mérni, hogy mit ír, és hogy az az évszám az jó e vagy nem. Tehát, és az összefüggések hol maradnak, hogy a gyerek fejében ne blokkok alakuljanak ki tantárgyhoz kötötten, hanem esetleg érezze, hogy ez a világ, amiben élek, ez kerek, és minden mindennel összefügg. Na hát ez rettenetesen nehéz. Már 15 Igen. éves embereknél elérni, hogy gondolkodjon hogy Hát hogy van is... Nem tudom, hogy, hogy majd biztos tovább lendülünk innen, mert ezt akár éjszakáig is tudnánk mondani. Ez természetes, hogy miért választottuk ezt a szakmát, és még miért hazaszeretetből, még miért vagyunk benne mindig, mert szerintem is ez az igazi hazaszeretet, hogy még mindig csináljuk. Nem kinyilvánítjuk minden pillanatban egy nagy kokárdával, vagy bármivel, hanem egész egyszerűen ezzel tudjuk szolgálni a hazánkat, ami bármilyen, megint csak ilyen nagy kijelentésnek hangzik, de én úgy érzem. Eszter, nálad is lett egy hitvallás, csak nem vetted észre. Igen, úgy valljuk itt a hiteket, nagyon jó helyes. Tehát, hogy azért akarom... A Szeged Podcast templomában vagyunk. Azért, azért, is akartam itt megakasztani, mert már nagyon, nagyon bele lendültünk. Tehát azt akarom Lászlónak mondani. Illetve, Jó ez a lendület. mindenkinek azt szeretném mondani, hogy na ez az, ami az anyagiakon túl van. Tehát többek között a mi mozgalmunk az egész arra irányul, hogy adjátok vissza az örömöt az oktatásba, ne legyen ez a rettenetes nat, ne az egyen tankönyveket kelljen elszenvednünk, a centralizáció az az érdekünket nem szolgálja, mint ez már többször kiderült, hanem legyen egy intézményre szabott, az intézmény úgynevezett Andrea által mondott gyermek anyagát figyelembe vevő, a, nem ugyanazt kell tanulnia a Fazekas Gimnáziumnak Budapesten, mint egy vidéki, kisközösségű gimnáziumnak, ahol más ö, problémák is vannak. Tehát, hogy egyáltalán ez, ez tévút, és ezt mindannyian elmondtuk már. Ez, a, ez az egyik dolog, amire. amire a pénzen kívül rá kell világítani, és a másik, hogy jogunk legyen ezt kimondani, ha valami nem tetszik. Ugye a jogunkat kérjük vissza, és nem azért akarunk sztrájkolni, mert az akkora buli, és alig várjuk, hogy sztrájkolhassunk, hanem azért, hogy el tudjuk érni azt, hogy hallgassák meg mindazt, amit az előbb ilyen bűnös módon, már ilyen nem is tudom én milyen szentélyben itt elmondhassuk, mert ezek nem rossz dolgok. Tehát még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ezek nem ö, felforgató eszmék, hát látom itt rajtatok is, hogy nem arról van szó, hogy úristen, ezek mit akarnak, hanem, hanem ezek nagyon-nagyon-nagyon szem előtt lévő, és én nem is értem, hogy miért nem világos ez mindenkinek. Azt akartam kérdezni, Mikor a hogy... utoljára csendben ilyen hosszabb mikrofon mögött? Ö, nem emlékszek rá. Szóval, hogy azt akartam kérdezni, hogy oké, okay, ezek rendben vannak, de hogy hogy ezekkel a felhívásokkal érő ránccal bármennyire a társadalom azon részét, akit esetleg nem érint a dolog, mert mondjuk nincs éppen olyan korú gyereke, akit mondjuk ez kicsi, de de hogy társadalmilag azt látjuk, amit ti is mondtatok, hogy a tanárok több pénzt akarnak, pont. És itt és körülbelül, körülbelül ez így megvan így, így és az, hogy amit most itt elmondtatok, és tök jó volt, hogy ezt így valahogy, nem tudom, majd rakunk rá több pénzt a Facebookon, szóval hogy több emberhez jusson már el ez, hogy, 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 hogy haló, nem csak pénzt akarnak a tanárok, Szóval, ezt, azt az, akarom, a kérdés az, az, is, az, hogy ezt hogy segít igen, a társadalom? Is, de csak egy mondat ehhez, mi az, hogy nem érinti? Hát őt is tanította valaki. Oké, okay, csak azért mondom, Tehát csak, hogy csak őt... Uh, értem, uh, túl... hogy most nincs korú gyereke, unokája, nem tudom ki, -e, de biztos őt is megtanította valaki arra, ami miatt itt ül a stúdióban, vagy a műti a betegeket. a. a És milyen jó, hogy nem én vagyok az, aki műt. Uh, hogy... Uh, hogy... Csak azt, azt, akartam mondani, hogy, hogy általában a társadalomnak a nagy részében, amíg nem tapos bele valaki az aurájába, addig nem, ezeket valahogy lepattan róla. Ez tehát addig, ameddig, mit tudom én, nekem volt olyan ismerősöm, aki mondta, hogy, hogy őt nem érdekli a benzin és nincs autója. Uh -huh. Mondtam neki, hogy te, te se hülye vagy, mert tehát ettől attól hát, még a szállít, a kaja én hogy van. fog eljutni a boltba hülye. Tehát, hogy, én és, tehát hogy azért mondtam ezt, hogy nyilván mindenkinek ez, eszébe kellene a gyurson, de hogy ez elér a társadalomnak, az élő lánca bármi, mert hogy a politikusoknak egyfelé, hát vagy befogadják, vagy nem, de hogy a társadalom is kezd egy kicsit így odafigyelni erre, hogy haló, a nem, tanák nem csak pénzt akarnak? Hát azért biztos. Nem, nem tudom. Mert hát, hogy azért mégis de csak, mégis csak, de ö... az a helyzet, hogy nagyon sok minden eszembe jutott, de a pénz az, az azért nagyon fontos dolog. Hát na, hát szóval még háborút se lehet pénznél az sor, de, csak... de, hát ugye, ha, 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 változást akarunk, ahhoz olyan személyi kell biztosítani, akik képesek a változásra. Akik akarnak ebbe energiát fektetni, és oda az életüket rá. De ezt meg kell fizetni. Tehát addig ne várjunk azért ennyire nagy mártírit senki sem közülünk, bár az életünket tettük erre, mert alapvetően egyfolytában csak a tanítása Foglalkozunk, hogy hogy azért ingyen megcsináljuk. Tehát az egyik egyik legfelháborítóbb, szerintem le, számomra, mert csak a magam nevében beszélek, amikor azt mondják, hogy mert az iskola a diákról szól. Hát azért rólam nem. Tehát hogy a tanár az nem számít. Nekünk Tehát mi mikor... Szóval, hogy mikor mondják egy kórházra azt, hogy csak a beteg számít, az orvos nem, ő hivatásból műtsön. Tehát azért el lehet várni bizonyos dolgokat, de szóval az orvos legalább annyira fontos meg a nővérke, mint amennyire a beteg egyébként, és ez egy összművészeti hogy a beteg meggyógyuljon, mert ott mindenki kell hozzá. Tehát itt nem csak lehet ezt mondani, hogy, hogy mert a diák a mindenek felett. Hát persze, hát ezért vagyunk ott. De hát az legalább annyira fontos, hogy én milyen állapotban megyek be egy osztályhoz, mint az, hogy a diák milyen állapotban fogadja be, amit tanítok. Tehát ahhoz, hogy ezt a minőségi ugrást, meg a szakmai kérdéseket megvitassuk, kell teremteni egy olyan szituációt, ami miatt értelmes emberek, még több, mint ami most van bent, eljönnek és tanítanak. Meg például még férfiak

Szóval azért, azért ez nagyon sok konfliktussal jár egy tanári pálya. Nem mindenki vállalja ezt be, főleg ennyi pénzért. És ugye ott vannak a követeléseink között, amihez még egyszer se jutottunk el, hogy mennyi munkát várnak el tőlünk ingyen. Tehát hol van az a munkahely, ha csak nem egyéni vállalkozó valaki, hogy éjjel-nappal majd még ingyen munkát biztosít az a, a, a cégének, és azt a túlmunkát nem fogják neki soha kifizetni. És Sőt, nekünk be még, se írható. És nekünk még most bizonyos helyszíneken még, azt is megtiltják, hogy ezt le regisztrálja, tehát ne is, ne is le tudjon senki róla, hogy ő egyébként végigürizte az egész hetet, és ott van este hétkor, mert még felügyel. Hmm. Tehát hogy hogy igen, a pénz alapvetően egy kardinális kérdés az ügyben, de minden, minden összefügg, tehát Én nem, nem lehet szelektálni, fölötte, hanem csak, az hogy... egyik generálja hmm. a másikat, hogy akkor tényleg ne csak az maradjon pályán, akinek már nincsen egér út semmilyen irányban, meg aki még nem ilyet meg eléggé a fenyegetésektől, hanem az, aki szeretne a jövő generációjában még energiát fektetni, mert fontos számára érték a gyerek, és becsüli a gyereket annyira, hogy, hogy áldozatokat fog érte hozni. A másik, amire nagyon szeretnék reflektálni, mert szerintem ez egy nagyon komoly társadalmi probléma, ez az individualista gondolkodás. Hogy én vagyok, és rajtam kívül nincs más, és az én jó létem biztosított, akkor a többiek nem számítanak. És az a helyzet, hogy, hogy az oktatásban nagyjából ezt látom, hogy avval a témával, hogy nálunk a verseny mindenek felett, mert Tónya Boronya rajzpályázatot hirdet, hogy én vagyok a jobb, vagy te vagy jobb. Ez pontosan ezt a felnőttkori reakciót váltja ki, hogy megszoktam, hogy én, ha első vagyok, szuper, a többiek, hogy sikerhez jutottak-e, kit érdekel, és felnőttként ugyanezt látja, hogy nekem jól megy a sorom, a többiek nem akarom, hogy foglalkozzak az a banaszukkal, nekik elég ez. És ezt szeretnénk módosítani módszertanilag, hogy az együttműködés lehetőségét fejlesszük a diákokban, hogy az, amiben én jó vagyok, a másikból lehet hiányzik, de adjuk össze a tudásunkat, és akkor így teamben tudunk együttműködni és előre jutni. És azt mondtam már korábban is, de hogy, hogy attól, hogy nekünk mondjuk mi mindannyian egy olyan iskolában tanítunk, ahol nagyon korrektek a szituációk és a helyzetek, és szerintem szakmailag minden téren megkapjuk az anyagiakat leszámítva az összes támogatást, amire szükségünk van. De nekünk, nekünk, mivel jól megy, nekünk van felelősségünk arra, hogy azok helyet szóljunk, akiknek ez nem adatik meg. Uh -huh. Mert ott küzd, és úgy kell sztrájkolnia, hogy minden órát meg kell tartani, és nincsenek anyagi körülmények, hogy mi vesszük a saját pénzünkből a kellékeket, mert ezt valamiért nem biztosítják számunkra. Tehát csak egy nagyon záróeles példa, hogy vizuális kultúra. A gimnáziumok közül azt hiszem kettő iskola van Szegeden, akinek van ehhez szaktanterme. Semmit nem kapunk hozzá, sem nullát, a papírt se hogy hogy lehet elvárni mondjuk egy, egy úszás oktatótól, hogy úszassa a gyerekeket, de nincs víz a medencében. Hát ő, ő hozzon oda, vagy hogy ez mégis hogy? Tehát, hogy az anyagi lehetőségek minden téren rettenetesen számítanak, de az számít leginkább, hogy megtanuljuk, hogy egymásért felelősséget kell vállalnunk, és akinek több adatik, attól fognak többet számunk kérni, és annak kell egy kicsit hangosabban szólni. Tehát emiatt én, én nagyon hiányolom, hogy hol vannak azok a nagyok, akik lehetősége lenne a hangukat mm -hmm. kiereszteni, anélkül, hogy a bokájukat megütnék, ami nyilván mindenki felti az életét, meg a sorsát. Kicsit most, most hát... kik a nagyok? Lehet-e ezt ennél konkrétabban nem. mondani? Nem. Én, én nem fogom. Jó. De majd egy másik példát szívesen ez Nem, szíves ezt, első, nem tehát ezt nem akartam így kiprovokálni, hogy, hogy akkor most megijedj csak tény, tényleg... Ö, kíváncsi lettem volna arra, hogy kimondhatók Igen, tehát ha mondjuk a példát, hogy egy beteg... Hát, hogy ez is egyfajta, hogy mondjam, milyen látlelete. Igen. Egy... Hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy te vagy az a nagy. De vannak fölénk rendelve, és tragikusnak érzem, hogy, hogy egy szaktanár, akinek nem a feladata, hogy az oktatás politikai kérdéseket megoldja, hát nekem nincs rálátásom az óvodákra, gyógypedagógiai intézményekre, az egyetemekre, nekünk kell a szavunkat felemelni ahhoz, hogy végre észrevegyék már, hogy baj van, vagy fáj nekünk itt meg ott, és azon szeretnénk javítani, hiszen ott vannak fölénk rendelve olyan szakemberek, akikben megbíztunk, hogy az érdekeinket szeretnék majd képviselni mi szeretnénk, hogyha ez, ez a történet egy kicsit ilyen irányban folytatódna. Mond, mond, mond. Erre az individualista gondolkodásra szeretnék reflektálni. Ez már nagyon-nagyon messze vezet. Ez a kérdéskör, és nagyon mélyre, és ez nyilván Évszázados kutatások tárgyát is képezni, azonban én itt most a, a jelenre e, fókuszálva szeretnék arról, hogy e, vannak pszichológiai kutatások azon a téren, hogy mi van a mai gyerekekkel, és mert hogy egyre több a, a bántalmazott gyerek, egyre, egyre több a, a az ilyen olyan e, kiközösítés, és akkor mindenféle szakszavakkal is illetik ezeket. Úgy, úgy gondolom, hogy megvan annak a, a veszélye ezekből a pszichológusi és a szaktanácsadói véleményekből, akik ott dolgoznak ezekben az iskolákban. Most legutóbb egy 300 személy szakember által aláírt nyilatkozatot olvastam erről, hogy hogy a magyar társadalom berendezkedik egy úgynevezett bántalmazó társadalommá, mm -hmm. ahol már a, a verseny szellemnek is inkább, inkább, éle van, mint eredménye. És a, a, a közösségi gondolkodás, meg, a, meg a, az egymást alakító és, az egymás után nyúló, és az egymást felemelő gondolkodás helyett a tiprásnak és a könyöklésnek lesz nagyobb létjogosultsága. az iskola felelőssége ebben is, ebben is ott van, hogy, hogy né engedjük ki azokat a gyerekeket, akikkel mi úgy vagyunk kapcsolatban, hogy közvetve mindig a szülővel is dolgozunk. Tehát a családdal is dolgozom, amikor a gyerekkel dolgozom. Ezek nagyon messze vezető kérdések, de miután a pszichológus szakemberek ezt elővették így, azért azt gondolom, hogy ez, ezt itt muszáj ennél a bizonyos individualizmus szónál meg, megérinteni. Kérdésre válaszolva, ahogy az osztályfőnök képviseli a diákjait, tehát bizonyos helyzetekben oda kell tennie magát az osztályfőnöknek, Krízis helyzetben például mindenképpen tőle segítséget vár a diákközökség. Így egy szaktanári közösség is elvárja, hogy az ő fölé rendelt képviselő, ugyanúgy, mivel az ő érdeke is, hogy az intézményben jól menjenek a dolgok, képviselje őket. És annak is van egy felettese, akitől miért ne várhatnánk el, hogy tovább vigye ezt a kérdéskört, és a legmagasabb szinten képviseljen bennünket. Tehát nem ellenségekről van itt szó, hát mindannyian nem igaz, hogy egy intézményvezető, vagy egy tankerületvezető... Én Na, ki Ide van? akartam kiukani Én ki is yukadtam. Hogy akkor Tehát beszéljünk hogy, egy kicsit, hogy, azt mondom, hogy, hogy, hogy egyértelműbben, de hogy... Én, én be, azért, mert, hogy a... azért, mert nincs bennünk semmi olyan szándék, ami... A, a, a diákjainknak, az oktatásnak az ügyét valami másba akarnánk belecsatornázni vagy belehúzni, nem. Ezt. És akkor innen szépen fölfelé nagyon jó lenne, hiszen egyet akarunk mindannyian. Jó iskolákat, jó óvodákat, jó gimnáziumokat, és nem tudom én, ha szükség van a felsőbb centralizációs szervekre, akkor biztos azok is jól szeretnének működni. Tehát mindannyian, az az, mindannyiunknak az az érdeke, hogy egy működőképes, korszerű, modern, a gyerekek érdekeit képviselő, mindenfajta lelki, pszichológiai dolgokra is odafigyelő oktatási rendszer legyen. Hát ezt senki nem akarhatja másképp. Nem felejthetik el a feletteseink sem, hogy ők is tanárok, vagy tanárok voltak. De akkor ez most, akkor én így egyértelműen kimondom, ez akkor most nincsen. A tankerület az egy fölülről lefelé működő szervezet, abból a szempontból, hogy megmondja az alatta lévő intézményeknek, hogy már pedig ez van, jó napot kívánok, és visszafelé pedig semmivel sehogyan nem törődik, abból a szempontból, hogy X intézmény, Y szaktanári közösség, vagy egyáltalán az egész intézménynek a, a, a tanári kara, vagy, vagy akár egy egész városnak a, az összes intézményének a, a tanári karai ezt, és ezt így is szeretnék csinálni. Egy, egy út van, föntről lefele, és, és semmi más akkor nem számít ezek szerint. Nagyon sok féletlen kerület van. Tehát halljuk az országban, hogy itt így van, amott úgy van, itt fizetnek kafetériát, amot nem fizetnek. Itt nem kell töltögetni a munkaidő nyilvánítást, vagy nyilvántartást ez erre a bizonyos nivellált szintre. Máshol kell. Tehát nagyon sokféle van. És bizonyosan vannak olyan tankerületek, ahol, ahol működik ez a, ez a kommunikáció. De az van, hogy más tankerületeknél, szerte az országban, nem is ismerjük a munkáltatónkat. Tehát nincsen egy olyan fórum, ahol meg tudnánk szólítani. Csak valamilyen lépcsőzetes rendszerben eljutnak biztos hírek, de valahogy ez nem működik. Holott semmi okunk nincs feltételezni azt, hogy ők nem ugyanazt akarják, mint mi. Semmi okunk nincs rá. És ilyen tankerületek miért feltételezik esetleg azt, hogy. Tanárok az intézmények nem a létező legjobbat akarják adott esetben. Nem feltételezik szerintem tudják. Hát ezt a kormány is elismeri. Igazunk van, ezt többször kimondták. Igaz, hogy a, bér, ez a senki nem lesz hogy a, hogy, a bér, hogy a bér problémára csatornázzák, mert ez is egy kommunikáció. Tehát amit ott kérdeztetek, hogy a társadalom hogyan áll mellénk, az azért nagyon nagy mértékben függ, a közszolgálati médiumnak, Aha. és mindennek igen, a kommunikációs kommunikációs mezőbe, melyikbe rakosgatja bele. De és de akkor nagyobb a támogatás, hogyha ha minket meghallgatnak, ez ebben a, mm -hmm. még egyszer mondom, kiváló podcastban, e és akkor akkor talán. <laughs> ha... Én már kettőt kaptam. Igen. <laughs> szóval Tehát, hogy. Szóval hogyha meghallgatják azt, hogy hogy mi mit szeretnénk, akkor nincs az az ember. Én legalábbis remélem, aki azt mondja, hogy itt három banya arról beszél, hogy adjátok ide a lóvét. Ugye nem erről van szó, hanem, hanem elmondtuk, hogy miről. És nem, ö, nem hiszem, hogy bármely tankerület azt mondaná, hogy nincs igazunk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki ezt meghallgatja, azt mondja, hogy jól beszélnek, és teljesen igazuk van. Oké, okay, hogyha mindenkinek igaza van. Ö... Így akartam valójában szétválasztani a pénz meg a nem pénz kérdését. Hogyha itt mindenkinek örült módon igaza van, és ezt mindenki tudja, hogy hogy a tanároknak igaza van, akkor a, ha lehet, -e mondani, a pénzen túli dolgokat, azokat mi a túróért nem biztosítja a tankerület, a kormányzat, meg hát úgy tudjuk, általában. Ezt nem a... tőlünk kell, ezt meg nem értjük, fogalmunk nincs. Nem értjük. Például, amíg e, itt volt a Covid, hát e, a Covid idő alatt e, hónapokig nem voltunk iskolában. Ott megspórolódott egy csomó pénz, nem? Mert hogy nem kellett rezsit se fizetni. Tehát, hogy például azt miért nem lehetne visszaforgatni akkor mondjuk az oktatásba? Nyilván ezekre nem látunk rá, de mert nem is közli senki velünk a statisztikai adatokat, amik ránk vonatkoznának, még azokat sem nagyon. Nem tudjuk. Ezért vagyunk ki, tehát a tanácstalanság, a köbön, mert nem értjük, hogy a teljesen jogos felvetéseinkre miért nem adnak választ. Én most még azt a példát, hogy mondjam, hogy kicsit úgy érzem, hogy amikor van egy beteg, aki valami tüneteket tapasztal magán, és tudja, hogy az az életminőségét határozottan rombolja, mert nem tud figyelni a feladataira, és elmegy az orvoshoz, és az orvos nem hogy nem meghallgatja, hanem még kitiltja a rendelőből is, és aláírat vele egy papírt, hogy ne hogy nyilatkozz erről valakinek, hogy neked ilyen tüneteid vannak, holott neki az a feladata, hogy ő neki van szaktudása, neki van rálátása, tapasztalata a betegségről, ő diagnosztizál, hozza a gyógyszerészt, aki kifejlesztette az orvosságot, én meg vagyok az engedelmes beteg, aki beszedem, és meg akarom csinálni, mert jobbat akarok, de nem én vagyok, aki rálát az összes problémára. De hát ott megakad a rendszer, hogy ami nekünk panaszunk, ami fáj, és egy kicsit itt látjuk, a másik kicsit ott látja, hát... Nem szabad elmondanunk, vagy, vagy nem azt, hogy nem szabad, mert nyilván most is elmondjuk, tehát elmondjuk, de hát nem reagálnak rá, vagy hát ti tapasztaljátok, hogy reagálnak, mert akkor lehet, hogy csak én nem olvasom nem, azokat nem, a, csak, a cikkeket. Nem csak, hogy, nem csak, hogy nem reagálnak rá, azért van, lássuk be, egy óriási félelem. Tehát azért az, hogy félni kell sokaknak, vagy ha nem kell félni, mégis úgy érzik, hogy félni kell, az, az rettenetes érzés. Tehát nem hiszem, hogy bármelyikünknek bántódása lenne attól, hogy mi ezt most itt elmondjuk. De van, aki úgy gondolja, hogy mégis. Mert ez is benne van a közbeszédbe. Ez is arról szól, hiszen úgy át van itatva már az, hogy ha valaki kérdez, vagy problémát, hogy Judit mondja, fogalmaz meg, az már valami olyan támadásszerű, hát nem is tudom én olyan figurává válik, aki támadni akar, holott nem támadni akar, csak megérteni, kérdezni és problémát felvetni. Ez nem bűnös dolog. Ez a világ legtermészetesebb dolga ahhoz a beszélgetéshez tartozik, vagy ahhoz a kommunikációs kultúrához, amiről a műsor elején beszéltünk. Még annyit tennék hozzá, hogy és mindez nagyon erősen és teljesen szélsőségesen olykor átpolitizálódik amit meg aztán végképp nem szerettünk volna, hanem maradva a polisz ügyeinél, tehát a, a köz ügyeinél, a dolgainknál, a dolgainkról beszélünk. És, és az, hogy aztán ezt így vagy úgy lefordítja a politika a saját nyelvére, és, mm. és képez belőlünk egy, egy mindenre elszánt vad hordát, amelyik folyton szapulja és csepüli a rendszert, és akkor még jön a, a, az ellenzék, aki esetleg minket nemzeti hőséja volt. Én, én a saját nevemben szólva mind a kettőtől elhatárolódnék. Tehát én egy tanár vagyok, az is szeretnék maradni, és engem a szakmaiság érdekel annak az összes vetületével, az összes velejáró nyűgével, koncával, meg az összes gyönyörűségével. És az kimondottan irritál és fölháborít, hogy minden politikus, jobbról, balról, akárhonnan elmondja úgy a véleményét, mert mondja el, mert hát nyilván ugyanolyan joga van hozzá, mint, mint, nekem, legalábbis remélem, hogy van jogom hozzá, de hogy mindezek után erre kerül egy olyan szósz, ami, ami már, ami már egy politikusi artikuláció, és ez már nem jó cseng. Itt ez már nem jó, mert mi szakmát csinálunk. Nagyon komolyan. Igazad van, Andi, de ne felejtsük el, hogy a NAT, az egyentankönyv, a tankerületeknek a problémája az nem a szent lélektől van. Tehát azt a politika csinálja. Tehát amikor mi ez ellen fölemeljük a hangunkat, hogy nem jól van így akkor mi is politizálunk. És euh, abban az értelemben, amiről itt beszéltünk. És hát valakitől megoldást várunk. Tehát a politikai térből nem maradhatunk ki. Tehát abban a pillanatban, ahogy le akarunk, ez Abban a pillanatban, hogy le akarunk ülni a változtatási jogával, abban a pillanatban mi bekerültünk a politikai térbe. Ha az a fél nem hallgat meg bennünket, akinek ez feladata volna, akkor jó, hogy az úgynevezett ellenzék, az magáénak érzi, hogy akkor ő fog majd valamit tenni ez ügyben. Hogy mi mit érzünk ezzel kapcsolatban, és szeretnénk-e ezt vagy azt, az egy másik kérdés. De nem tudunk kimaradni, mert hogy a törvényeket a parlamentben hozzák mert hogy a dolgainkat mégiscsak a politikusok fogják majd elintézni törvényalkotással, rendeletek alkotásával, a rendszer megváltoztatásával, az oktatási rendszer megváltoztatásával természetesen, most erre gondolok még, tehát hogy, hogy itt erről van szó, nem tudunk kimaradni a politikai térből. És mi előállítottuk a kritikus tömeget, én úgy érzem. Tehát a, a, a nagy tüntetések, a budapesti százezres tömeg, a szegedi kétezres, csodálatos, szolidáris, felemelő tömeg, aki itt volt az élőláncunkban, hogy ők mit kezdenek ezzel a, ezzel a képességgel, hogy ők most itt voltak és, és együtt éreztek velünk, azt, azt majd ők eldöntik. Tehát ez, ezzel már nem nekünk van dolgunk szerintem. Tehát mi úgy érzem, hogy nagyon sokat tettünk már azért, hogy, hogy, hogy meghallják a hangunkat. Igen, ezt még hetek előtt, amikor elő volt szó, én is ezt így elmondtam, hogy, hogy én nagyon remélem, hogy egy idő után azért csak az van már, hogy az ember nyilván nem akar kukákat borigatni, meg autókat fölgyújtani, hogy normális ember módjára próbálja felhívni erre a figyelmet, Ö, és akkor nem azt a reakciót kapja, hogy aki ennek az embere, az kimegy, megkavargatja kávét az erkélyen, kinéz, megnézi, aha, majd haza mennek, és visszamegy, és hogy, tehát nyilván majd haza mennek, mert az, tehát, hogy, tehát, hogy ennek kellene a másik oldalról valamit reagálni. És azt szerintem nem megoldás, amit mondhatok, hogy, hogy ők is azt mondják, hogy igen. Elnézést, nincs pénzünk csokira. Igen, igazuk van, nincs pénz. Hát, nincs pénz csokira. De igazuk van, nincs pénz csokira. De ettől nem lesz shocking, tehát, hogy most mi a következő lépés? Mit lehet még csinálni? És, 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 mégiscsak itt egy pedagógus társadalomról van szó, vagy közösségről, ami most szerveződik, alakul, mi is most tanuljuk, de azért ebbe beletartoznak például az egyházi iskolák. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezek a dollárbaloldali tanárok itt nyomják a szöveget, hanem, hanem itt most már tényleg egy olyan közösségről van szó, ki szelidebben, ki radikálisabban, ki ilyen és olyan módszerekkel, de ezt a figyelemfelhívást elvégezték. Most volt. A református, az evangélikus és a katolikus iskolák ugyanígy figyelmeztették a társadalmat, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát ez a tanárballagás, ugye? Igen, igen, én igen. Én... És, 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 és itt nincsenek már oldalak, oldalazás, semmi. Itt egy olyan pedagógus közösség van, aki közösen most már azt szeretné, hogy változzon a helyzet. És akkor mi van, hogy még mindig nem változik? Mi, mi lehet a következő lépés? Mit lehet még csinálni, hogy, hogy valami változás legyen? Egyrészt folytatjuk, uh -huh. tehát ez fáradhatatlanul. Azért bevalljuk, hogy ez, ez nagyon fárasztó, és még egyszer nem ezért élünk, halunk, hogy mutogassuk magunkat a sztrájk ügyekben, meg üljünk és erről beszéljünk, mert sokkal jobb lenne, hogyha valami mással tudnánk foglalkozni, mondjuk a saját épülésünkre is, amit aztán továbbadunk a diákoknak. De lesz folytatás. Mondok néhány dolgot. Például itt Szegeden 17-én, 17 órától, mert most már azt hiszem, hogy időben vagyunk, és elkezdhetjük a hirdetését, mert ugye ennek van egy rendje a bejelentéstől kezdődően, uh -huh. de most már azt hiszem, hogy mondhatjuk. 17-én 17 órától Szegeden egy olyan felvonulást fogunk tartani, ami iskolától iskoláig egészen a belvárosig fog majd elérni, a Klauzáltérig, és ami a különlegesség ebben, hogy ezt egy időben velünk nagyon sok vidéki város megteszi. Tehát Pécs, Miskolc, Veszprém, Eger, Hú, e, még Győr egészen biztos, Szexárd egészen biztos, Hódmezővásárhely egészen biztos, Szentes egészen biztos itt a délvidéken. Tehát ez a 17-17, 17-én 17, 17 órakor. Ez egy óriási szervezés volt, és ez nagyon sok vidéki városban meg fog valósulni. Na most 17 órakor kezdődik a dolog, de 18 órakor lesz az, hogy minden városban meglepetés ugyanaz fog történni, és egy körkapcsolással egymást majd meg fogjuk hívni, és akkor üdvözöljük egymást, és akkor szépen ez a virtuális lánc, ez körbe fog érni. Uh -huh. Ez lesz 17-én, 17 órától, de az igazi attrakció az a klauzár téren 18-tól. Addig pedig odaérünk szépen, fokozatosan, különböző állomás helyeken fölszedve az iskoláknak és szimpatizánsaiknak a képviselőit. Ez egy rövid rendezvény lesz, tehát nem kell arra számítani, hogy itten órákig kint állunk a hidegbe hanem ez nagyjából 19 óráig tart, 17-től 19 óráig nagyon sok városban. Itt fogjuk felhívni a figyelmet arra a 18 -i következő eseményre, amiről majd itt a kolléganőim fognak beszélni. Ez egy reggeli esemény lesz, országosan meghirdetett reggeli esemény. Igen, ezt teljesen diák kezdeményezésre jutottál hozzánk is a hír, hogy a reggeli akcióban kifejezetten diákokat, szülőket várnak, akik egy országos élő szeretnének felállítani, demonstrálva és bemutatva, hogy, hogy igen, eljutott a szülőkig is a hír, hogy szeretnének egy jobb oktatást biztosítani a gyerekeiknek, és akkor aki teheti, az ugye ezekhez a rendezvényekhez kapcsolódva így kifejezheti szolidaritását. Miközben azon a napon, tehát a pénteki napon pedig a tanárok vállalták újra a munkabeszüntetés törvény által előírt feltételeit betartva a sztrájk törvényhez alkalmazkodva a nyomatékosabb jelzést, az oktatás politikát irányítók felé, hogy szeretnénk ha problémáinkkal, problémáinkkal valódi és korrekt módon foglalkoznának és találnának megoldást is. Akkor ez az első óra előtt lesz, mielőtt becsengetnek. Hát a, tizen, de... a csütörtöki az délután 17 órakor, sok városban, és a Másik a diákok által kezdeményezett, tehát ez Budapestről indult, ez a kezdeményezés a délelőtti, a péntek reggeli 7.45-től 9-ig, és őszintén szóval én nem is tudok róla többet, hogy itt Szegeden hogy áll ennek a, a szervezése, mert ez főként diákok ö, ö, kezdeményezéséről van szó, és ők szívesen ott lesznek majd, remélem 17-én, hogyha tudnak, és mi pedig elviekben támogatjuk a a pénteki ö, diák szervezést is. És aki ebben részt tud venni, az biztosan majd elmondja itt, vagy nem tudom, hogy fogtok-e még diákokat ide meghívni a stúdióba, de erről én most többet nem tudok mondani. Mi a 17-ére koncentrálunk teljes egészében. Jó, ö, hát kitartás. Én azt tudom csak mondani, hogy, hogy azt hogy nagyon remélem, hogy, hogy minél hamarabb ott, ahol ez kellene, mondanám, hogy az oktatási miniszter, de hát ugye? Igen, ugye az <laughs> nincs. az mondom, hogy az ott milyen jó hati, lenne. Aki... Oda, oda aztán hiába. hogy is igen. Mondja. Na, mindegy. Szóval, hogy, 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 egyszer eljutna odáig a, dolog, hogy, hogy akkor tényleg ne az legyen, hogy csak hát majd hazamennek, hanem hogy tényleg ezen el kéne gondolkodni, mert Hát ez tényleg nem az van, hogy most mit tudom én, és nem akarom megbántani a mit tudom, hideg burkolókat, hogy most ők nekik, tehát hogy tényleg nem akar megbántva ezzel, de hogy, ez egy sokkal fontosabb dolog, mint hogy azt gondoljuk, mint a, a amit a közepén a podcastnak elkezdtünk mondani, hogy, hogy a tanárok fizetést akarnak De többet. Az is nagyon fontos, hogy legyen jó hidegburkoló, igen, csak ugye őt is az megtanítja a... valaki, meg kellene ez egyébként. A... Na, ugye? Tehát, hogy itt visszakanyarodunk, akkor az, igen, ide. Tehát, hogy azért mondom, hogy nem megbántva, tehát, hogy csak, hogy, hogy akkor ez, ez haló. Tehát, hogy így, és én, én azt várom már, hogy, hogy tényleg elérjük azt a szintet, hogy kiűsse a biztosítékot, ezt mindenkinél. Hogy haló, hogy független attól, hogyha esetleg, mit tudom én, nincs gyereked, nincs, amit már beszéltünk, nincs olyan korú unokája, stb. stb. stb., de hogy ezt így tessék már egy kicsit egy, egy ilyen virtuális taslit mindenkinek, hogy tessék már odafigyelni. Csak ugye az, amit elkezdtünk itt a társadalmi visszacsatolással kapcsolatban mondani, meg aztán szóba került az is, hogy mondjuk, mit tudom én, egy M1 híradóban az van, hogy hát voltak kint valamikik, mit tudom én, és a három embert lefilmeznek, és mit tudom én, borsodban, nyírségben általában a szegényeket szoktuk, őket szoktuk emlegetni, hogy megnézi a tévébe, és azt mondja, hogy jó, hát mit tudom, vannak kicsit hőbörögnek ott azt annyi. De hogy, de hogy ezt ez már most tényleg el kéne hát nem nyír egy házán egyébként csak. Mondjuk. Jó, azért mondom, hogy tisztelt a kivételnek. Szóval, <laughs> szóval hogy ott mit tudom én, Baz megyébe, ott azért csak, tehát hogy ne, ne azt lássák, hogy, 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 hogy mit tudom én, Tényleg hároman ott voltak, amikor nem hárman voltak nyilván tudjuk, de hogy ez most hát tényleg el kéne gyusson. De azt azt ezt... tudott, Vagy hogy tudjátok, hogy a diákok ezt kezdeményezték most, hogy követelik a közszolgálati televíziótól, hogy a diákoknak a pontjait olvassák be a Kunigunda utcában, öt percben, és úgy, hogy kommentár nélkül ők mondhassák a magukét. És hogyha ez nem következik be, akkor valamit kitalálunk, mondták titokzatosan a diákok. Tehát, hogy. Nagyon sokat köszönhetünk a diákoknak is, mert ők nagyon nagy erőt adnak nekünk azzal, hogy kreatívan, szinte a tudtunk nélkül elkezdik önmagukat is megszervezni. Tehát itt ez a közszolgáltiság, ez, ez szerintem is kulcs, amiről itt szó van. Uh -huh. És hát az, hogy a kommunikáció az hogyan zajlik, az, az majd a jövő zenéje lesz. És szeretném azért nehogy megjegyetek. Szeretném, már itt a kolléganőknek mondom, szeretném azt is mondani, hogy bizonyára lesznek radikálisabb lépései is a pedagógusoknak, hogyha nem következik változás. Nincs hova hátrálni. Uh -huh. De ehhez mindenképp hozzá szeretnénk tenni, hogy nagyon szükségünk van a kollégák együttműködésére. Van. hogy meg szeretnénk szólítani őket, hogy, hogy, hogy értse meg mindenki, hogy vannak szituációk, amikor túl kell tudni lépni a saját korlátainkon és a saját érdekeinken, és észre kell venni, hogy egy közösséget alkotunk, és együtt vagyunk egymásért felelősek, és hogy mindenki azt érezze, hogy egységben az erő. E mert ennek van jövője, hogy szükség van mindenkinek a együttműködésére, a felelősségvállalására, hogy lépéseket tegyen, hogy beálljon a résbe, amikor süllyed a hajó, mert ha a matrózok nem teszik oda magukat, akkor ez egy titanik lesz megint, és igaz, hogy néhány iskola meg fog menekülni, mert lesz nekik mentőcsónak, de a többiek meg elsüllyednek. És akkor lépjenek oda a kollégák is úgy, hogy nyilván a saját oktatási intézmény működési rendszerét ne korlátozzák, ne tegyék tönkre, mert nem az a cél, hogy gátakat szabjunk, Sőt. és mindenki tönkre menjen ebbe a szituációba, de ha most éppen elmaradt két órája egy diáknak, csak nem ezen fog múlni az érettségie. viszont a nyomatéknak meg akkor van ereje, hogyha megértjük, hogy egymásért vagyunk, és egymás nem egymás ellen, hanem egymás támogatására. Ha, ha tegyem hozzá, hogy egy ilyen sztrájknak a, a felvállalása nyilván ezt én személyesen tudom csak elmondani, de azt gondolom, hogy sokan vannak, akik így éreznek, ez, ez óriási lelki teher. Tehát egyszer kellett ott nyilatkoznom valamelyik versmondásom után, és, és akkor én mondtam, hogy én, én, nem, én nem vagyok forradalmár, bocsánat, tehát én, én, csak, én csak szeretném nagyon jól csinálni, amit tudok, és nagyon-nagyon szeretem csinálni. És, és például ez, hogy én most 18-án sztrájkolni fogok, odáig eljutni, és aztán amba beleállni, az az én engem egy kicsit mindig megrogyaszt. azt. Mm -hmm. És, és egyáltalán nem érzem magam jól, holott az ügy, ami, amiért én ezt csinálom, az meg, az meg a lehetséges legjobb ügynek gondolom, és, és, és arról van benne szó, hogy, hogy tegyük már jóvá, ha már az ügy jó. De közben azért, azért, azért ro, ro, rogyanok, uh -huh. tehát ez nem annyira egyszerű vállalás. Igen, rogyanunk, de ugyanakkor. Erőnk van, tehát azért euh, szeretném elmondani, hogy még nem vagyunk elég rodjantak ahhoz, hogy ne csinálnánk tovább. És ez egy hogy nagyon és, ez, és igen, és ez nagyon-nagyon fontos. És amit Judit mondott, hogy minél többen vagyunk, Annál erőteljesebb a hangunk, úgyhogy Berzsenyit egy kicsit szeretném kijavítani. Először is megdicsérem Juditot, mert annyi sok szép metaforát használt már itt. Betegség, csónak, hajó, matróz, minden, úgyhogy így magyar tanárként adunk egy ötöst. Igen, igen, tehát hogy, hogy kom visszafordítva komolyra, tehát Berzsenyit javítanám, hogy sokaság és lélek tesz csuda dolgokat, tehát a sokaságot azért most kiemelném, óriási erő. A számosság hatalmas erő. Ha együtt vagyunk, az óriási erő. És együtt biztosan sikerülni fog, de hogyha atom és individuum, akkor, akkor valószínűleg szétesünk. De a, a szegediek a múltkor 27-én megmutatták, hogy igen, ezt mi képesek vagyunk megcsinálni. Úgyhogy sokan vagyunk, erősek vagyunk, és ez nagyon-nagyon nagy erő a továbbiakra nézve. Még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy rogyadozik a térd. Igen, mert ki kell állnom a vizuális kultúra órán, és be kell mutatnom Dölakroát, aki megfesti a szabadság diadarra vezeti a népet, című festményét, és akkor én hogy beszéljek nekik erről a műről, hitelesen, úgy, ha én meg fülem behúzom, és akkor megrejtőzöm, elrejtőzöm a szertáram csendjében, mert hát végül is az én érdekem nem feltétlen annyira szörnyű, hogy feltétlen vására kelljen vinnem a bőröm, de én az diákjaim előtt hiteles és művészetet kedvelő ember akarok maradni, aki a művészetet nem csak beszéli, hanem át is éli. Hiszen sok van, mi csodálatos, de a művészeteknél nem sok azt minden, Most már, most már ezt, most már ezt akartam, is hát, is nem is tudom. Azt anyja, mondani, hogy Málevicset mále is nézhetnének igen, a diákok, hát Igen, hát, hogy az át kell a tiszta fehér tehát, nézze. Nézze. Ez, van. A... Ez egy fontos, és csak azt kérem Judit, hogy ha legközelebb valami akciónk lesz, akkor ne élőképpen kelljen megvalósítani a Dőlakroá festményt, mert, mert, nem vállalom a főszerepet. Elég problémás az ügy. Jaj, közben az jutott eszembe, hogy annyira szeretném, hogyha a, a, politikusok is egy kicsit így, így gondolkodnának a saját dolgaikról, mint ahogy ti. Hát, hogy így egy kicsit Felelősségre ilyen... gondolsz? Igen, mindenre. Tehát, hogy így ezt azért csinálják, mert hogy ezt úgy az mindenkinek legyen jó. És így ezt így, a... kicsit így elszomorodtam, meg kicsit így föl is lelkesültem, hogy, hogy, hogy azért jó hogy, jó, hogy ti ezt így látjátok. Ah, Mentsetek föl, hogyha néha rogy rogyadozik a tér. De, de hogy. Majd igyekszünk székeket. <laughs> Mindenképpen. Meg gyertek oda a 17 -t. Mindenképpen fölírtam közben. Nem tudom, a az nyomkodtam a telefonomat, én ezt fölírtam a 17-ét magamnak, csak hogy tudjam. De most akkor mondjuk még egyszer mindenkinek, 17. -t. tessék ez beépésni, 17 óra, 18-tó pedig ott meg klauzát. Él. És 18-án pedig sztrájkolunk. Strike. Igen, uh -huh. országos sztrájk van. Jó, hát ö, én, én, azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy ezt most így jó sok mindenki meghallgatja, amit mondtam is, hogy, hogy ezt jó volna, hogy tényleg, nem az lenne, mint ahogy, hogy, egy ilyen elmegy híradótba, másfél percben ezt így tudják, hanem hogy egy kicsit így tessék már mögé nézni, ezt így mondom mindenkinek, jó? Egy virtuális taslival, csak egy, csak egy ilyen zónával, tehát én nem akarok nagyon várni senkit, csak egy, csak egy jelzésértéke, hogy tessék már figyelni egy picit, jó? László, Hát akkor köszönjünk el, és nagyon szépen köszönjük, hogy eh, klasszikus idéz a három banya itt volt. Itt utólag is kikérek magamnak. Köszönjük, nagyon otthonos egyébként. Uh, utólag, utólag is kikérek eh, magamnak a nevetekben. <Szoran> <Szoran> uh, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük, hogy, hogy itt voltatok. És abba bízom, hogy nem csak azért fogtok eh, legközelebb jönni, hogy hasonló dolgokról beszélgessünk, hanem mindenféle szép eh, dolgokról, művészetről, yeah. irodalomról, bármiről. Jövünk, amiről, Amiről Tényleg, érdemes beszélgetni. Igen, és akkor Lanát egy kicsit még Szegeden szabadon. Még, még rakjam vissza? Igen. Mindjárt. Híres nevezetes Tuszai szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Hát ebből csak ennyi van benne, de... de... Szóval nyomot akarnak hagyni a tanárok, ez a lényeg. Így van, Szegeden szabadon. Oké, hát köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, hogy itt voltatok. Jövő héten is jövünk. Portugál vajárakkal is egyébek, egyéb, egyéb izgalmakkal. Igen, ja, ez, bocsánat, így a, a műsor végén fontos, hogy, hogy, ha lehet -e mondani, anyagtorlódásban vagyunk, tehát portugál vaj, muskát és majd juttasd eszembe, hogy térjünk vissza Juhász Gyula bára is, mert egy fontos dolgot nem beszéltünk meg már két hete, de majd ezt akkor a jövő jó van, ezt nem de, Hogy ezt hát a, a mikrofonba kellett volna. Mikrofonba mondanom. mondtad volna, Tehát, akkor hallották is volna, de, de hála megismétlem, hála a jó Istennek, meg tudom ismételni. Tehát portugál vajárakkal, a muskátli átültetés fontosságával, és a Juhász Gyula -bárra térjünk vissza. Köszönöm, egy szépen. nagyon fontos dolgot nem beszéltünk meg a múltban. Attól félek, hogy ez nekem nem lesz annyira jó. Na jó, busz jó lesz, jó lesz. Mi pedig szeretnénk a hálánkat kifejezni, hogy lehetőséget adtok arra, hogy beszélgethessünk, hogy véleményt cseréljünk, hogy újra gondolhassuk az ötleteinket, és egymással kapcsolatot teremthessünk, meg még a közönséggel és a hallgatókkal, és a társadalom többi rétegével is. Úgyhogy hálásak Igen, vagyunk. köszönjük szépen, és egy szomorú fádúval Zárjuk akkor a portugál ö, következő. Adás, igen, milyen? igen. Szerzek addig két gitárost mindenképpen. Oké, okay. na köszönjük szépen még egyszer. Mindenkit jövő héten jövünk, puszi. Sziasztok!